Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit. Kishegyesen átadták a Kazal Ovi sportpályát, amely esemény díszvendége Rúzsa Magdolna Máté Péter Díjas, magyar énekesnő dalszerző. A mozgásfejlesztés fontosságáról beszélgetek most vele. Szia Magdi! Első kérdésem az lenne, hogy miért tartott fontosnak a mozgásfejlesztést, illetve természetesen azt is, hogy ez a vajdasági magyarság körében is egyre inkább elterjedjen. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a vajdasági magyarság körében kell, hogy elterjedjen, hanem alapvetően mindenhol. Én világéletemben egy egy, egy mozgékony gyerek voltam, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy fontos az, amit a, az első néhány évben a gyerek tulajdonképpen magába szív, azt utána egy életen át viszi magával. És, és sajnos azt látom, hogy a mai társadalom azért igencsak küzd problémákkal. Fontos az, hogy már gyerekként megszokja az ember a sportot, és innentől kezdve nem esik majd nehezére későbbiekben. Tehát ez tényleg fontos lenne, hogy minden nap mozgassuk át a rendszert, amikor már felnőtt az ember akkor is, és én azt látom, hogy sport sportovik, sportiskolába járó emberek, aztán a későbbiekben sokkal, sokkal mozgékonyabbak, tényleg sokkal jobb az egészségi állapotuk is. Úgyhogy ez egy, ez egy teljesen egyértelmű dolog, és, és arról nem is beszélve, hogy közben játék az egész, tehát nem munkának éli meg a gyerek, hanem játéknak, és ez a későbbiekben is azt gondolom, hogy így tud maradni. Ha jól tudom, illetve jól informálódtam, akkor te is ebbe az intézménybe jártál gyerekként. Így van, én ide jártam, azért épült itt fel ez a pálya, aminek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon, nagyon hálásak vagyunk érte. Azt gondolom, hogy, hogy ez a legjobb dolog, amikor, amikor a gyerekek kapnak valami, valami olyan dolgot, ami örökre megmarad. Arról nem is beszélve, hogy, hogy itt tényleg szabad, szabad lehet a gyerek, és, és ezer egy dolgot kipróbálhat. És, és hát ennél a játéknál nagyobb örömet szerintem nem lehet okozni a gyereknek. Te mennyit foglalkozol akkor ezek szerint mozgással, hogyha már ilyen fontosnak tartod? én meg se állok, az az igazság. Nagyon-nagyon sokat én uh, boxolok, lovagolok, uh, iáskodok, uh, futok, tehát hogy nekem a, a, munkámhoz eleve hozzátartozik az, hogy, hogy állandóan fitnek kell, hogy legyek, illetve nem csak fitnek, hanem, hanem a kondim kell, hogy legyen, mert hogy én másfél órákat szoktam végigénekelni, és táncolni, tombolni a színpadon, úgyhogy ehhez bizony kell az erőnlét, úgyhogy nálam úgy indul a nap, minden egyes nap el kell, hogy menjek az edzőterembe, vagy elmegyek valamilyen uh, sportot űzni, emellett odafigyelek nyilván az étkezés. És egészséges táplálkozás. Tehát ahhoz, hogy, hogy az ember ugye prezentálni is tudjon a színpadon, ez, ez, ez vele járó dolog. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.